Sziasztok, ez itt a Fényes Szelek, a társadalom elmélete kollégium tagjaiként vagyunk itt. Szeretném kérdezni a Skype-on és jelenlévő kollégákat is, hogy hallanak-e minket. Hallotok? Dávid? Hello, sziasztok, én hallak titeket. Nagyszerű. Én is hallak titeket. Én is hallak titeket. Jó, akkor kb. Ebben a sorrendben mutatkozzunk is be, még tanuljuk ezt a hibrid módszert. És kezded mondjuk Dávid téma megjelölésével együtt. Persze, kérlek. Én Csepregi Dávid vagyok, a Társadalom Elméleti Kollégium tagja immáron 2,5 éve, ha jól számolom. És szerintem először menjünk egy kört a bemutatkozással, aztán elmondom, hogy ha gondoljátok én, elmondom, hogy miről fogunk beszélgetni ma itt. Sziasztok, én Fodor Mihály vagyok, én is nem 2,5, hanem 3. éves tekes, de így Dáviddal kb. Együtt kezdtük, és amúgy meg pszichológia szakos hallgató vagyok. Sziasztok, én Fazékas Lezer Benyámin vagyok, és nemzetközi tanulmányokat hallgatok, és most lettem nemrég tekes. Gondolom, akkor én jövök, én Konkol Máté vagyok, én ilyen pályakezdő filmrendező és 2. éves tekes, és nagyon várom ezt a beszélgetést, köszönöm a lehetőséget. Akkor, ha jól értem, az enyém a szó. Igen. Én nagyon, tehát hogy én annyit tudni kell jelenleg, hogy ilyen hibrid módszerben oldottuk meg ezt az adást. Én itthon ülök, a Mihály is otthon ül, Máté és Benni viszont bent vannak a stúdióban, akiket ráadásul nem is látok, szóval csak spekulálnom kell majd azt, hogy milyen arckifejezéseket vágnak, miközben beszélünk. De én akkor megjelölöm így a témánkat, a műsor elején. Arról beszéltünk, hogy egy ilyen történeti felvezetőt fogok tartani. Igyekszem tartani az ilyen az időkorlátot, amit megbeszéltünk előre. És ez pedig nem másnak lesz a története, mint az abstinens mozgalomnak, és annak, hogy így az antialkoholizmus, vagy az alkoholizmusban való mértékletesség milyen szerepet játszott a 19. és 20. századi munkás mozgalmakban. Mit gondoltok, az úgy oké, hogyha most mondom a történeti dolgot, és aztán átevezzünk a másik témára? Igen, szerintem. Jó. Szuper. Azt, hogy ebből nagyjából így milyen beszélgetést akarunk kihozni a műsor másik félben, azt majd elmondom később. Szóval, mint az előadás címe is mutatja, egy abstinenciális mozgalom, ennek az előadásnak az apropója különben nem eltitkolt módon a száraz november is, erről is fogunk majd beszélgetni később. A száraz november az most jár le különben lassan, úgyhogy az aktualitása az még mindig megvan. Érdekes, nem is tudom pontosan, hogy kezdjem, de hogy így belecsapok a közepébe. Nagyon érdekes, hogy az alkohol és a proletariátus kialakulása az így történetileg így nagy, vagyis az ilyen ipari mennyiségű és ipari mennyiségben előállított és magas alkoholtartalmú italoknak az elterjedés, illetve a városi proletariátusnak a kialakulása történetileg gyakorlatilag párhuzamosan történik. Itt a leginkább a 18. század végéről és a 19. század elejére beszélünk. Ez az itt ipari forradalom időszaka. Leginkább különben ebben a történetben az Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia, azonban is Írország, Németország, Ausztria, Skandinávia és Oroszország játszák a főszerepet. Mindegyik ország így önmagában is egészen érdekes történettel rendelkezik. Mind az abstinens mozgalom, mind a munkás mozgalom tágabb témáját tekintve. Majd így részletekben egy-egy ország esetében belemegyek, de hát nincs itt igazából idő arra, hogy így kibontsam ezeknek az országnak külön-külön a történetét ezekkel a témákkal kapcsolatban. Tehát, ahogy említettem,
A proletariátus és az alkohol nagyon durva elterjedése az így nagyjából így kéz a kézben járt. Itt arra kell gondolni, hogy a 18. század környékén Európában az alkohol előállításában több szempontból is egyfajta ilyen forradalom, egy forradalmat tapasztalhattunk meg, így elérhetővé vált a krumpli, ami hihetetlenül olcsó alapanyagot szolgáltatott arra, hogy magas alkoholtartalmú italokat állítsanak elő belőle. Ráadásul ugye a feudalizmusba, a kapitalizmusba való átmenet azt eredményezte, hogy a vidékről a kisemizett parasztság, agrár termelésből megélő népcsoportok gyakorlatilag a városba menekültek, munkát keresve tömegesen. Nagyon érdekes, hogy így ebben az időből így rengeteg feljegyzés van arról, hogy így ez a tömeges munkanélküliség és szegénység, ez így hogyan nézett ki a gyakorlatban. És pont egy ilyen feljegyzés található Friedrich Engelsnek egészen híres könyvében, a munkásosztály helyzete Angliában címet viseli ez. Ez egy 1845-ös könyv, és ott így leírja elég részletesen azt, hogy a manchesteri és edinburghi munkásosztály milyen életkörülmények között élt, tengette életét. Itt ilyen szörnyű lakhatási helyzetről beszél, amiből fakad a családon belüli frusztrációk, illetve agresszív viselkedéseknek az ilyen hatványos megvalósulása, és ennek a része az is, hogy úgy gondolja Engels, hogy emiatt az élet színvonal miatt a munkásosztály gyakorlatilag így rá van kényszerülve arra, hogy a tudatát módosítsa a viszonylag olcsón és tömeges mennyiségben elérhető alkohollal. Engels azt is itt ecseteli, hogy ugye ezek a munkások alapvetően kevés bért kapnak a főleg gyárakban, és ezt a kevés pénzt is alkoholra költik. Érdekes, hogy a sok gyárban abban az időben nem is pénzzel fizettek, hanem egyfajta ilyen jegyrendszer volt, és azokat a jegyeket, amiket a munka után megkaptak a munkások, azokat csak az adott gyár boltjában költhették el alapvető élelmiszerekre, illetve alkoholra. Tehát itt így hamar megfogalmazódik az is, hogy így a munkásosztály hatványozottan elszenvedője ennek a jelenségnek, tömegesen van jelen ez az alkohol, illetve az is, hogy és az egész kritika egy ilyen társadalmi struktúra kritika is egyben, mivel azt mondja, hogy így ez a jelenség magának, a munkásosztálynak a kizsákmányolásából fakad. Ennek a jelenségnek egyrészt a része az, hogy ezt a kevés pénzt is alkoholra költi, ezért így nem nagyon tud emiatt sem előre tervezni, ráadásul ennek része ugye az alkohol és az alkoholizmus okozta egészségügyi probléma, családon belüli erőszak, stb. Erre így ebben az időben kevésbé, de hogy így, ahogy előre megyünk a 19. században, már a maga a munkás mozgalom is reagált abszinens szervezetekkel. Furcsa mód, különben az Amerikai Egyesült Államokban volt ez a leghamarabb, vagy történt ez a leghamarabb, ott így első ott így eleinte igazából ez a reakció nem is a munkásmozgalom részéről érkezett, hanem ilyen-olyan metodista, illetve keresztény egyházak részéről, hiszen nyilván ez a társadalmi jelenség nem csak a kapitalizmus
megfigyelő kritikai elemzőit fogta meg nagyon hamar, hanem egyfajta ilyen erkölcsi kritikát fogalmazott meg vele szemben. Leginkább a keresztény egyház ilyen-olyan felekezetei. Az Amerikai Egyesült Államokban különböző vonulatai voltak különben ennek a mozgalomnak. Volt egészen absztinens mozgalom, illetve volt csak a mértékletességet propagáló mozgalom is. Ehhez is érdekesség, hogy maga Abraham Lincoln is egy ilyen mozgalomnak volt különben a tagja. A legelső ilyen antialkoholista munkás szervezet az különben Írországban jött létre az 1800-as évek második felében, és bocsánat, itt kicsit eltévedek, igen, Írországban jött létre a század második felében, és ők is most már gyakorlatilag ilyen szervezeti szinten próbáltak reagálni arra a problémára, amit itt Engels is megfogalmazott már a század derekán. Beszélek kicsit itt arról, hogy a német munkásmozgalomban, illetve később az osztrák munkásmozgalomban hogyan jelent meg szervezetileg is ez a probléma, illetve hogy mit mondtak a munkásosztály alkoholizmusáról, meg úgy alapvetően az alkohol lizmusról, mint társadalmi jelenségről, és mint a kapitalizmus egyik eszközéről, a kizsákmányolás rengeteg eszköztár, kizsákmányolás eszköztárából. Igen. Aha, hát igazából ki lehet jelenteni azt, hogy bizonyos értelemben az antialkoholista mozgalom, vagy a munkás mozgalomhoz tartozó antialkoholista szervezetek voltak talán a legsikeresebbek abban, hogy a későbbi a legsikeresebbek abban, hogy egyfajta ilyen alternatívát nyújtsanak azzal a fajta életmóddal szemben, ami gyakorlatilag alternatíva nélkülinek tűnt még a 19. században. Itt arra gondolok leginkább, hogy maga a munkásosztály alkoholizmusa az nem feltétlenül abból fakadt, vagyis hogy biztosan nem abból fakadt, és hogy nyilvánvalóan a szocialista mozgalmak is erre reagáltak, hogy itt az egyénnek egyfajta ilyen erkölcsi, morális korrupciójáról lenne szó. Nem arról van szó, amit főleg a keresztény mozgalmak, nem is tudom, a keresztény mozgalmak tematizáltak, hogy itt ezek az emberek erkölcsileg rosszak, igazából mindegyikük elhagyta Istent, és ez a büntetése, hogy egyfajta ilyen degradáló életet él. Hanem ezek az a munkásmozgalom ezen ágai azt tematizálták, hogy az alkohol, ahogy mondtam, a kizsákmányolásnak egyfajta eszköze, ami egyrészt a munkásosztályt és annak tagjait így kollektíve érinti egészségügyileg, másrészt ugye az a pénz, amit kifizetnek minden hétvégén alkoholért, az gyakorlatilag ugyanazokhoz a burzsákhoz kerül, akiknek a gyáraiban hétközben dolgoznak. És ezzel szemben Németországban és Ausztriában is így azt a fajta alternatívát találták ezek a mozgalmak, hogy látjuk azt, vagy az a probléma, hogy így a szocializációnak gyakorlatilag kizárólagos terei azok a kocsmák voltak a munkásosztály számára, főleg a század végén meg. Felismerjük ezt a problémát, úgy tűnik, hogy az alternatíva az csak az, hogyha újfajta tereket nyitunk meg arra, hogy ezek az emberek eltöltsék a szabadidejüket közösségi légkörben.
Erre Ausztriában, illetve Németországban is az lett a megoldás, hogy ez már az 1900-es évek elejére datálható főleg, hogy ilyen-olyan sportklubokat létesítettek, természetjáró klubokat hoztak létre, stb. Stb. Illetve maga az ilyen önképzés és a kultúra is magasabb szinten helyezkedett el később a szabadidő eltöltése során. Ezzel párhuzamosan ugye Oroszország is egészen érdekes történet. Ott abban nem tudom, mennyi idő van még belemenni. Hát röviden elmondom akkor azt, hogy így Oroszországban a vodka termelése az állami monopólium volt igazából a cári időszak alatt, ami gyakorlatilag 300-400 évig tartott. Hát lehet ilyen olyan értelmezéseket találni, hogy ez így mennyiben segítette elő ezt az ilyen, hát manapság azért így simán értelmezhető ilyen cári despotikus uralkodásnak, vagy, de hogy így mennyi impactja is volt ennek valójában a társadalomra nézve. De az biztos, hogy az orosz-japán háborúban az orosz hadseregnek a hatékonytalansága, és ugye végsősorban kudarca, az így a cári hatalom által a társadalom alkoholizmusára volt visszavezethető, ami abba torkolott, hogy az első világháború során beszüntették az alkohol termelését államilag, és be is tiltották az alkohol fogyasztását. Ezzel az egyetlen probléma igazából csak az volt, hogy az állami monopólium miatt az állam bevételeinek 40%-a ebből az alkohol monopóliumból származott. Tehát így abban a pillanatban, hogy így ezt hatályba lépett az alkoholtilalom, a cári Oroszország elesett a bevételeinek 40%-ától, és egy ilyen világháborús helyzetben gyakorlatilag semmi mozgatható vagyonnal kódolva volt a társadalmi katasztrófa. Érdekes, hogy maga amúgy az oroszországi szociáldemokrata mozgalom is az abstinencia, illetve a mértékletesség pártján állt. Erről Lenin is írt többet itt és ott. És ez meg is maradt különben még a korai szovjet köztársaság idején is. Később a sztálini tervutasításos gazdaságban állították vissza ezeket a vodka üzemeket gyakorlatilag, és hogy így újra bevétele származzon az akkori Szovjetuniónak ebből a vodka termelésből, és ott így Sztálin egy beszédében különben a nyugati munkásosztályt hibáztatja az oroszországi, orosz társadalom alkoholra való visszaszoktatása miatt, mivel hogy a nyugati munkásosztály nem lázadt fel, és hogyha fellázadt volna, akkor létrejönne a világforradalom, és akkor hát nekik se kellett volna újra vodkát itatniuk a saját népükkel. Na de, Ausztriában az első világháború után volt igazából felívelése az antialkoholista mozgalomnak, illetve annak, hogy a sport és a kultúra lehet a szabadidő eltörtésének alternatív terepe. Nem tudom, most így össze-vissza csapongtam, szerintem sok mindenre ki fogunk még térni a beszélgetés során. Még annyit hozzáfűzök, hogy mi újság Magyarországgal. Ugye a Magyarország a szociáldemokrata párt a világháború előtt szintén tematizálta az alkohol kérdését, és az 1919-es tanácsköztársaságban, ezt lehet, hogy sokan tudják, biztosan láttak egy plakátot már az emberek, hallgatók. Ugye Magyarországon is alkoholtilalom volt 133 napon keresztül, ráadásul Magyarországon szigorú volt az alkoholtilalom, mint az Egyesült Államokban. Magyarországon az alkohol fogyasztását is szabályozták, pontosabban tiltották.
És ez azt az érdekes helyzetet okozta, hogy milyen feljegyzések vannak arról, hogy a tanácsköztársaság ideje során mennyi rendőri intézkedés történt, és arra szoktak mondani, hogy így kifejezetten magas volt a rendőri intézkedéseknek száma, de hogy így azt kell tudni, hogy ezeknek az intézkedéseknek nagyjából 80%-a arról szólt, hogy valakit tetten értek alkoholfogyasztáson. Itthon különben a Lukács György volt az egyik legnagyobb szószólója annak, hogy az abszinencia milyen fontos a munkásmozgalom ügyében. Később tiltakozott is az ellen, hogy az alkoholtilalmat visszavonják, vagy enyhítsenek rajta. Szóval általánosságban el lehet mondani azt, hogy általánosabban lehet mondani azt, hogy az ipari mennyiségű és magas alkoholtartalmú italok elterjedése az így kéz a kézben járt a városi industriális proletariátus megjelenésével. Hogy is, ahelyett, hogy egy cinikus lennék, ez egy ilyen kereslet és kínálat, nagyon szomorú egymásra találása volt több évtizeden keresztül. Az már más kérdés különben, hogy így a valóságban az az Engelsi leírás, ami olvasható a munkásosztály helyzete Angliában című kötetben, az így mennyire valós, olyan értelemben, hogy így mennyire volt tömeges az a fajta ilyen nyomor alkoholizmus, ahogy így hívja a szakirodalom, amit így Engels is ír. Mivel egy sok szempontból elmondható az, hogy így a 19. században egyszerűen a munkásosztálynak, proletariátusnak nem voltak terei a kocsmákon kívül arra, hogy szocializálódjon. És nem jelenti azt, hogy a szabadidő a tény, hogy így a szabadidőt ezekben a terekben töltötték el, nem jelenti azt, hogy maga az alkoholizmus, az a fajta alkoholizmus, ami az emberi tevékenységeket így már így hátráltatja, az a fajta alkoholizmus tömeges lett volna ebben az osztályban. Erről vannak itt kutatások, és amik kicsit így, hogy mondjam, nüanszolják a képet. Minden esetre az alkohol elleni küzdelem az elkezdődött akkor, folytatódott, és a mai napig folytatódik, és erről fogunk még szerintem beszélni a következőkben. Köszi a figyelmet, és most, ha jól tudom, egy zene jön. Egy zene.
Sziasztok! Itt vagyunk újra, a Fényes Szelek, a Társadalom Elméleti Kollégium rádió műsora. Itt két hetente, péntekenként este 6-tól a Tiloson. Továbbra is Csepregi Dávid, Fodor Mihály és Fazekas Lázár Benyámin és Konkol Máté beszélgetünk. Itt az abstinencia, a mozgalom és egyáltalán az alkoholizmus társadalmi kérdéséről. Mindjárt megnézem, hogy milyen témákat szedtünk össze. Az a helyzet, hogy így nagyon-nagyon szertágazó ez a kérdés. Szerintem beszélgessünk kicsit arról, hogy így ti esetleg hallottatok-e ilyen történeteket arról a témáról, amiről meséltem? Vagy ha nem, akkor ti hogy látjátok, hogy így a maga az alkohol, illetve az egész ilyen szórakoztató ipar, mint olyan, az így hogyan befolyásolja ma a mozgalmat, a baloldalt, minket, stb. Ez egy nagyon jó kérdés, mert ugye magának a szórakoztató iparnak is rengeteg féle fajta variációja van. Most sajnos nyilván a legrosszabb verziója jut eszembe a social media és azon belül is a Tibi atya, akinek a készítője próbálja rendszeresen titkolni, hogy ő az alkoholt reklámozná, de ezt elég rosszul titkolja, miután alkoholmárkát és kocsmát nyitott. Szóval az ilyen fán fiatalos, emberarcú alkoholista tőkés rácot azért nem túl jól hozza, szerintem. De lehet, hogy nem a Tibi atyáról kell ennek az adásnak szólnia, és akkor dobjatok be valaki mást. A Tibi atya egy szerintem érdekes példa, nyilván nem kell kifutatni az egész dolgot, de hogy így, ő egy ilyen tökéletes megtestesítője annak, hogy maga az alkohol, illetve az alkoholizmus mennyire elfogadott, sok szempontból propagált az ilyen hétköznapi vagy ilyen popkultúra világában, ami szerintem nagy részt így nem is tudom, arra egy bizonyíték, hogy is mondjam, nehéz beszélni, nehéz kritikát megfogalmazni azzal szemben, ami gyakorlatilag a hatása lehet ennek az egész iparágnak. És nem csak az alkohol termelőiről beszélek, hanem magáról a szórakoztatóiparról is. Ugye azt írtuk bele a beszélgetés leírásába, hogy így beszélni fogunk arról is, hogy így mi a mostani zeitgeist, ami tök jól összefoglalja, ami tök jól összefoglalja, ez az ilyen élvez imperatívus, ugye a Coca-Colának is ez a szlogen, hogy enjoy. Hiszen manapság gyakorlatilag rá vagyunk kényszerítve arra, és ezt a kényszert így igyekszünk nem észrevenni, hogy így minden, tehát az ilyen hosszú távú célokkal szemben a rövid távú és közvetlen élvezeteket hajszoljuk. És tudom, hogy ez egy ilyen nagy kerül, de hogy a Tibi atya ilyen értelemben így ennek az egyik ilyen megtestesülése számomra, egy ilyen furcsa, népi, köntösbe öltöztetve, olyan, mint a csalamád és hamburger, hogy így hozza ezt az enjoy, meg élvez, kicsit ilyen nyugatos, kultúrás dolgot, de hogy mellette az egész egy ilyen macsó mintás és a magyar nemzeti szimbólumokat és elvileg ilyen nemzeti karakterológia szerint az ilyen magyar gondolkodásmódot. Közben a külföldi mémek fordításából áll az oldal, szóval a magyar karakterológiát elég sajátos módon viszi bele a fordításokba. Hát meg ráadásul egy nagyon súlyos társadalmi problémát röhög ki, és figurálsz ki azzal, hogy egy ilyen alkoholista pap meg a faru alkoholistáin röhög folyamatosan, és ez így, nem tudom, egy kerülti kocsmának, mint brand, így vicces, de hogy ennek a valóság alapja nagyon nem vicces. Fú, igen, az egy másik nagyon érdekes téma lenne, hogy mi az, ami vicces. Igen. Ezen nagyon sokat gondolkozunk, már csak azért is, mert ugye nem mindegy, hogy amit így
kritizálunk, azt így újra termeljük-e azáltal, ahogy kritizáljuk, vagy ahogy próbáljuk kritizálni. És ez igazából az alkoholra ugyanannyira igaz, hogy így ebbe az ilyen depresszív, nihilista melankóliába belecsúszunk-e, miközben pont ezek a hatások ellen dolgozunk. És nekem mondjuk a Mark Fishernek a Kapitalista Realizmus című könyvéből van pár mondat, ami így kijelzetelve, ami egyébként magyarul is megjelent most, és azt mondja, hogy ez ilyen depresszív hedonizmus. Tehát igazából pont az ellenkező a legalábbis korábban megszokott hedonizmusnak, hogy így, vagy korábban megszokott a depressziónak, amikor így nem is vagyok képes semmit csinálni, hanem hogy így most az egyetlen dolog, amit képes vagyok csinálni, az az élvezeteknek a keresése, akár az egész éjjel tévét nézve bizonyos szerek hatása alatt, akár az alkohol például. Igen, és itt a Fisher ugye itt kétfajta, vagy a kontextus azért fontos, amiben megfogalmazza ezeket a kritikákat, és itt nyilvánvalóan vissza kell utalni arra, hogy ez a depresszív hedonizmus, stb. Ez így ugye annak a tünete, hogy így eltűntek az alternatívák. És ugye csak az maradt, amit ma neoliberális, vagy hát ma 2009-es ugye a könyv, éppen akkor szúrták le a neoliberalizmus talán. De hogy azt biztos volt, hogy nyilvánvalóan ez a fajta társadalmi és gazdasági berendezkedés marad, de hogy csak annyi, hogy így eltűntek az alternatívák, és az úgy kell ugye visszautalni arra, hogy ez az alternatíva emberöltő, hát majdnem két emberöltön keresztül, ugye így geopolitikailag a Szovjetunió volt az, ami ezt az alternatívát megtestesítette. És hogy ebben a fajta ilyen értelmezésben itt nem csak arról van szó, hogy a nyugati kultúrában is egy ilyen alternatíva nélküliség állt be, hanem hogy a baloldalon belül is ez az ilyen iránykeresés lett a meghatározó, ami sokszor vezet egyfajta ilyen melankolikus állapotba, amiről majd még szintén beszélni fogunk, de nem akarok átadni a szót, bocs. Szerintem mondja nyugodtan, amit belekezdtél. Csak a Tibi... Ja, bocs, mondd, Misi. Nem, nekem igazából az jutott erről eszembe, meg amúgy ez az alternatíva nélküliség, meg az, hogy mi a vicces. És hogy így tényleg gyakorlatilag így ez a szórakozásra, meg közösségi életre így a mai napig viszonylag kevés opció van. Vagy így nem tudom, budapesti 20 évesként akármi, így nyilván el lehet menni kirándulni, meg nem tudom, de hogyha így embert akarsz találni, közösséget, akkor a legegyszerűbb az az, hogy így inni, elmenni valakivel. Mert arra mindig van partner, mindig lehet izé. Ezért is nagyon nehéz mondjuk kiszakadni ebből, mert ha eldöntöd, hogy ez így off, akkor nem tudom, így az ilyen közösségi programok 90%-ából, ami így nem tudom, közegen belül, vagy így társaságon belül, így a legtöbb helyen így nem tudom, egyetemista közegben megvan, akkor így kiesel. És valahogy így erről a viccességről jutott eszembe, hogy így ebből rendszeresen viccet csinálunk, a Tibi atya is viccet csinál valamilyen szinten, nem tudom, mások is viccet csinálnak, és hogy ennek van egy ilyen tök érdekes része, hogy ez a magunkon röhögünk, meg kicsit azon röhögünk, hogy szenvedünk, és hogy ilyen rossz dolgok történnek, de hogy valahogy így, nem tudom, még így az ilyen social media kapcsán olvastam egy ilyen tök érdekes cikket, és abba volt ez, hogy így az ilyen önfikázó mémek, vagy hogy így ez a magunkból viccet csinálás az interneten, ami így nem tudom, tökre pörög, Tumblr-en, Twitter-en, ilyesmi. Igen. És hogy ennek van egy olyan funkciója, hogy így kiröhögtetjük magunkat, de így olyan dologgal, ami annyira azért nem gáz. Uh-huh. És ezzel így mondjuk ilyen személyes szinten így meg lehet óvni a saját, nem tudom, ilyen igazán mély önbizalomhiány, stb., amit így igazán rossznak gondolunk magukba, azzal, hogy egy ilyen közepesen rossz dolgot kirakunk, hogy ezen így röhögjenek az emberek. És hogy
ilyen szempontból ilyen tök érdekes, hogy pont az alkohol az, ami így az a rossz dolog, ami oké. Okay. Hm. És hogy ez így tökre jelen van, hogy így azon röhögni, hogy he-he-he, alkoholisták vagyunk, az egy ilyen, ilyen nem para dolog, és akkor ezzel ezt így el lehet játszani, és meg lehet csinálni. Igen, és hát meg annyi ilyen régi, ilyen kötőszóként használt ilyen szállóige van például, tehát hogy nem csak az elmúltra azt mondhatjuk magyarországi fiatalok érnek, hogy így ez a, az egyik az alkohólikusai meg előképei, szóval hogy ez csak így valahogy így mindig megtalálja a saját útját. Ja, ja, igen, de hogyha már az ilyen pszichológis beszéltünk, kicsit néha, a, főleg az ilyen első-másik világháború előtti történetek, és elkerülni azt, hogy kritika, videóista kritika legyen. Mert a produktív, és mozgalom abszintnak hívják, különben, hogy ők nem gyintették felelőssé azért, mert hogy, és látták azt, és társadalmi struktúra, főleg látták azt, hogy ez a munkás mozgalom emberiségében negatív hatásokkal van. Mozgalmi, közösségi választ, és így az alkoholizmus közvetlen, hazamegy és megveri el, mert már így két évesen el kell. Csak ezt a közvetlen negatív hatásokat is, hogy így, hogyha tényleg olyan magas számban alkoholista kás, ami volt akkor a valóság, ez így nüanszóbb lett az óta, de hogy erről is még beszél. Egyszerűen így hátráltatja azt, hogy létrejönnek szerint kerületatja azt, hogy így a sztrájkot, tehát hogy itt egy ilyen hosszú távú célnek az alávaló alárendelés is fontos volt, és ez egy ilyen osztályszemléletből, egy ilyen közösségi szemléletből adódik. Ja, te, hogy ez csak így ahhoz, hogy így nagyon-nagyon könnyű beleesni ma is abba a hibába, hogyha így beszélünk arról, hogy így az alkohol milyen hatással van az ilyen mindennapi kapcsolatainkra, milyen hatással van akár a mozgalomra tekintve, akkor így akkor elkezdünk moralizálni, és ezt így el kell kerülni, mert hogy moralizálásból szerintem el kell kerülni. Moralizálásból nem lesz alternatíva. Ja. Mit gondoltok erről? Nekem, ha már így szóba jött ez a pszichológiai nézőpont, akkor talán érdemes megemlíteni az ilyen addiktológiának a különböző hozzáállásait, aminek én sem vagyok szakértője, de legalábbis amit olvastam, vagy olvastunk, az alapján azért kijelenthető, hogy egy tévút az, hogy pusztán a szer teszi a függőséget, mert egyszerűen nem mindegy, hogy milyen ember vagy milyen élőlény szembesül valamilyen szerrel, legyen az alkohol vagy más típusú, mert a korábbi traumák, a ingerszegény környezet az legalább akkora vagy, illetve nagyobb hatással is van az egyénekre. Szóval, hogy nem lehet ezt is ilyen rendszerből kiragadottan egyéni példákon keresztül szemlélni. Hát szerintem is, hogy van egy szer, ami a pillanatnyi rossz helyzetben a korábban eltélt traumákból egy kilépést tud jelenteni, könnyen elérhető, akkor szerintem nyilván mindenkihez fog fordulni, és most már az olyan addiktív dolgok, mint a social media, azt nem úgy kezeljük, hogy így az egyén hibás azért, mert ő rá van kattam a Facebookra, vagy ez senkinek nem jutna eszébe, hanem látjuk azt, hogy ez a rendszer így van kitalálva, látjuk, hogy ez így van megtervezve, és szerintem azt már sokkal inkább úgy kezeljük, mint egy rendszer szintjúval. Igen, tulajdonképpen ez tök jogos, hogy hol lehet meghúzni, hogy mondjuk a social media függőség az nem pontosan ugyanígy működik-e, és hogy tulajdonképpen, hogy ezek az algoritmusok ki vannak találva, vagy akár a dizájnja, tehát az a felület, amivel szembesülsz, az, hogy úgy kell frissíteni valamit, hogy lehúzod, mint a félkarú rablót, hogy hát, ha valami újat dob ki a gép, az tulajdonképpen megint ugyanerre játszik rá, és teljesen tehát hogy tulajdonképpen minden ügyes kapitalista marketing a függőségre appellál, és akkor itt már egészen messzire
mentünk a magának az abstinenciának és alkoholizmusnak a kérdéseitől. Ja, amúgy ez a design egy ilyen tök érdekes dolog, mert hogy például ugye az orosz ilyen, amikor Sztálin korszakban, nem tudom, ez a nemzeti monopólium volt újra a vodka gyártás, és ott ugye olyanok voltak a vodkás üvegek, hogy nem lehetett visszacsavarni a kupakot. És hogy ez is így úgy volt kitalálva, hogy ha egyszer megbontottál egy vodkás üveget, akkor azt egy ültő helyetbe meg kellett írni, mert nem lehetett rá visszacsavarni a kupakot. És hogy ezek is ilyen, ez is ilyen, ilyen nagyon régóta megvannak ezek a catch-ek, amivel lehet így a fogyasztást serkenteni, stb. Meg ugye így visszatérve kicsit erre az ilyen addiktológiai vonalra, ugye nem tudom, szóval így például van ez a, hogy kapudrogok, és hogy a fű kapudrog, és ha valaki elszív egy fűves cigit, abból valószínűleg rövid úton heroinista lesz, stb. És hogy tényleg így létezik ez a fajta szemlélet, hogy így a szer viszi az embert, és hogy így nem tudom, meghoz egy rossz döntést, és akkor így függő lesz pillanatok alatt. Ez így megvolt az alkohollal szemben, és hogy valaki nem tudom elkezdeni, akkor az alkoholista lesz. De hogy közben meg így tényleg ennek megvan az a háttere, hogy így az alkoholfogyasztás az egy ilyen maladaptív megküzdési stratégia. Így nagyon sokszor ilyen élethelyzetből adódó nehézségek, és tényleg egy ilyen nagyon könnyen elérhető, ugye legális, normalizált, így mindenki oké ezzel, és ugye például ebbe is vicces, hogy kb. Évente, nem tudom, vagy így rendszeresen belefut az ember azokba a cikkekbe, akár így nem tudom, ilyen így indexen is, meg stb., hogy napi egy pohár vörösbor, az milyen jó hatással van, 100 évig fogsz élni, nem tudom, serkenti a vérkeringés, stb., és hogy az ilyen mértékletes alkoholfogyasztás az hosszú távon igazából tökre egészséges, és hogy az alkohol tulajdonképpen jó dolog, és hogy aki mégis alkoholista lesz, az így az ő hibája, és az ő, nem tudom, rossz döntései és erkölcsi hiányosságai miatt van. Ja, de különben azért... Szóval ez a kérdés, hogy most az alkohol önmagában jó dolog-e, vagy nem, ez felmerült, és akkor most megint visszautalok, felmerült a munkásmozgalom hőskorában is. Voltak ugye nagy viták arról, hogy így, hát most akkor abszinensnek kell lenni, vagy mérsékletesnek. Németországban így igazából ezt úgy oldották meg, hogy a Karkauczki, aki az ilyen németországi szociáldemokrata pártnak a nagy arca volt, főleg Engels halál után, azt mondta, hogy sört meg bort lehet, de a töményekkel azokkal vigyázzunk. És ugye ez is arra volt egy ilyen válasz, hogy így abban az időben még tényleg a kocsmák voltak a szocializáció esetleges terei, és hogy így az volt az ilyen megfontolás, hogy abban az esetben, hogyha a munkásokkal vagy így azt akarnánk mondani, hogy a munkások ne fogyasszanak se bort, se sört, akkor megszűnne a párt, megszűnne a mozgalom, mert hogy nem lennének terek a szocializációra, nem lennének terek az agitációra, stb. Tehát, hogy így szerintem azt így nem állították, hogy az alkohol önmagában rossz, abban a fajta társadalmi és gazdasági rendszerben, amiben tömegesen jelent meg ez a tömény alkohol, töményszert, abban hihetetlenül káros hatásai voltak. És nem csak egészségügyek, hanem ugye a munkások pénztárcájára tekintve is. De itt van egy ilyen belátása annak, hogy az alkohol, mint különben az ilyen, nem tudom, mindennapi élet része, az így milyen élethelyzetben lehet hasznos, milyen élethelyzetben, sőt, milyen társadalmi berendezkedésben van egyfajta rituálészerű funkciója, stb. Tehát, hogy itt fontos, hogy az alkohol jelen, vagy az alkohol és az alkoholizmus így kontextusa nélkül így nagyon nehezen elemezhető. Tehát, hogy így azt például én sem állítanám, hogy az alkohol így önmagában egy szörnyű dolog, de hogy mindenképpen meg kell figyelni ennek a kontextusát, hátterét, stb. És így úgy mérlegelni, hogy egy adott közösség, vagy akár osztály, ugye milyen választ ad erre a kérdésre, hogyan tematizálja a problémát, stb.
És ezért, de hogy ezért mondom, hogy így ez a téma, úgy gondolom, hogy még mindig releváns, és ezért is gondolom érdekesnek ezeket a munkás mozgalmi történeteket, mert hogy így sok esetben nagyon választottak rá, például a szabadidő alternatív megszervezésével, ami most is egyfajta alternatíva lehetne, hogy nyilván, hogyha nem lenne világjárvány, de hogy a nem tudom, normális állapotban megfontolandó. Ha már itt tartunk ilyen alternatíváknál, akkor a Straight Edge-ről mit gondoltok? Vagy mit érdemes tudni? Ez létezik ma egyáltalán? Vagy ez tulajdonképpen egy mémé vált, amikor így emberek abba hagynak valamit, például az alkoholt, akkor így mondják a haverja, hogy ha Straight Edge lettél, és igazából nem tudunk senkire rámutatni szerintem, aki Straight Edge, miközben valószínűleg a, nem tudom, a követelményeknek többen is megfelelünk. Mit gondoltok? Hát, ti mit gondoltok? Nem, te tedd le. Hát azért a Straight Edge is egy ilyen, az is egy ilyen létező problémára adott választ, mint egy szubkultúra, ugye az 80-as évek végén Washington DC HC szénában, ahol az olcsó drogok, meg az alkohol így, na mindegy, most ebben nem megyek be, de hogy az szerintem érdekes, hogy a Straight Edge, mint szubkultúra és mint ilyen amúgy ideológia szerintem, hogyan vegyítette az individualizálás, meg a közösségiség eszköztárát, módszereit, mert hogy így egyszerűen figyelembe vette azt, hogy fú, itt ez a fiatalkorúaknak az alkohol, meg drogfogyasztása az amúgy azért van, mert hogy a crooked businessmenek így árulják, meg terítik olcsón ezt a narkót. Egyszerűen viszont ugye volt egy ilyen számonkérési mechanizmusok, hogyha te ittál, akkor így szétvertek ilyen radikális esetben, és hogy ez meg azért elég egy ilyen, nem tudom, individualizáló, moralizáló dolog. De mégis ugye szubkultúraként egy ilyen közösségi tér megteremtésével egyfajta ilyen közösségi alternatívát nyújtottak az önpusztítással szemben. Még ha utána kaptál is egy-két pofont egy cigér. Akkor lehet, hogy ezzel át is térnék kicsit inkább így a napjainkra, hogy hát ilyen kicsit közösségi alternatívának tűnik talán ez a száraz november dolog, ami sokak számára most ér véget, már akik így egy világjárvány és gazdasági válság és munkanélküliség, stb. Közepén tudtak egy ilyet tartani, egy ilyen challenge-et, de hogy szerintetek ez egy ilyen releváns közösségi válasz, vagy egy hashtag, ami poénos, meg tulajdonképpen, amit, ahogy én tudom, ez a november, ez inkább így Magyarországon, de így nem mindenhol ez a száraz november dolog történik, inkább az ilyen dry January, ami pedig nem tudom, hogy igazából nem egy ilyen menő, hip dolog, ami valami, addig is valami más terméket fogyasz, típusú, nem tudom, mozgalom. Amúgy egyetlen nem ide tartozik, de ez a más terméket fogyasz, ez a 80-as évek végén a Gorbacsovi Szovjetunióban elindult egy ilyen reflexió arra, hogy a társadalom 25%-a alkoholista, és így elkezdtek a Perestroika meg a Glasnost keretein belül csinálni egyfajta ilyen skandináv modellhez hasonló reform folyamatot. Drága lett a vodka, fejenként csak egy üveget vett, és a többi. És akkor ennek a reformnak a része volt az, hogy elkezdtek importálni Pepsit. Inkább fogyasztanak Pepsit tűnik, az emberek a vodka helyett. Úgy tűnik, hogy van egy hívás egy hallgatótól. Bocsánat, hogy közben vagyok. Megpróbálom fölvenni a telefont, ha bár még itt nem csináltam soha, de nézzük, mi történik. Halló. Halló. Szia. A száraz novemberrel kapcsolatban most egy 20 percen hallgatom a műsorotokat. Úgy, én azt gondolom, hogy egy kicsit ez is egy fajta trendi dolog, nem pedig mélyen átgondolt döntés. Hogy mondjam,
Az, ha valaki átesik azon egyénileg, hogy maga az alkoholizmus és az abból fakadó nehézségek, szenvedés, ráébredés, küzdök ellene, nem küzdök ellene, valaki ezen túllép, akkor az egy komoly dolog, tehát mindegyénileg megközelítve a dolgot. Uh-huh. Alapvetően tényleg az van társadalmi szinten, hogy ez egy legális drog. És lehet hibáztatni a kormányt, sőt kell is, meg a médiát, hogy úgymond reklámozza ezt a szert, és még ebből hasznot is okoz, de az talán még nagyobb probléma, hogy a kocsma, mint intézmény a 14-est kiszolgálja ezzel a szerrel legálisan, és ebből nyereséget hoz magának, tehát én azt szerintem ez is elég szomorú. Hogyha valaki nem esik át igazán, tehát azért emberfüggő, tehát van aki nem hajlamos arra, hogy rászokik a szenvedélyes szer használatra, valakinek egyszerűen nem, tehát valakinek ez egy fűszer az életében, nem pedig drog. De az ömében drog az embereknek az életében. Én azt gondolom így egyénileg, hogy 10-ből 7 ember alkoholista. Na most az alkoholizmus lehet úgy mondani, hogy mit tudom én orvosilag 14 napig egy húzamban kihagyok egy főétkezést, egy napi főétkezést. Az tök mindegy, most reggeli vagy ebéd vagy vacsora, egy addig évekig megszokott főétkezést kihagyok, és helyette alkoholt iszok. És mindegy a mennyiség, hogy most részegség, vagy csak 2 kort, vagy egy üveg, de ezt 14 napig csinálom rendszeresen, akkor utána függő leszek, szerfüggővé válok. Tehát ez van egy ilyen 80%-ban igaz definíció az alkoholizmusra. Na most a száraz november, én szerintem az egy trendi dolog. Persze vannak benne olyanok, akik fölismerték azt, hogy úristen alkoholista vagyok, vagy úristen sokat iszok meg, meg tényleg, és akkor valahova kapaszkodni, tartozni, és akkor megcsinálni egy hetet, vagy egy hónapot, és akkor de utána újra visszamegy a lecsóba. Tehát én szerintem amit akartam mondani, igazából jó hallgatni benneteket, mert majdnem minden kérdésemmel kapok választ, úgyhogy itt igazából most tényeket megmutogatni az nem megoldás. Ennyit akartam mondani. Jó műsor. Sziasztok! Köszi szépen! Szia-szia! Igen, ez a szállató ember. Érdekes téma. Én bevallom, hogy annyira nem mélyedtem el benne, vagy mélyültem még el benne, de hogyha jól értem, így Magyarországon ugye a 2 pont alapítvány az, akik ezzel leginkább foglalkoznak, és hogy az ő cikkeiket olvasva, így ők nagyon egyértelművé teszik azt, hogy amúgy a száraz november nem az ilyen kifejezetten alkoholistaként apostrofálható embereknek szól, hanem azoknak az embereknek szól, akik amúgy így nagyjából így okés viszonyt ápolnak az alkohol, de... Még egy hívás. Még... Égnek a vonalok, mi történik? Hello, szia! Sziasztok, igyekszem kevésbé hosszú lenni, mint az előző kedves betelefonáló. Két dolog. Az egyik az egészségügyi szempontból minden százalék és minden csepp alkohol, akár csak egy is káros az emberi szervezetre. Ez alaptétel, nem én találtam ki, kérdezzetek meg bármilyen orvost. Én is lejövő vagyok egy kicsit az alkoholra. A második pedig ajánlanám egy kicsit kortünetként Bereményi Gézának a Magyar Copperfield című könyve, amiben, várj, csak a másik fülemből kiszedem a épp aktuális adás könyve, amiben, várj, csak a másik fülemből kiszedem a épp aktuális adásotokat, hogy van egy fejezet benne, amikor mindegy Balatonra utazik, ez a 60-as évek eleje. És ott összeverődnek hasonló korú 17-18 éves fiatalok, és majdnem szó szerint így írja le, hogy akkor még nem ittunk alkoholt, bambi és kávé volt. Tehát egyrészt nem volt pénzük rá, illetve akinek volt, aznak volt, de hogy a fiatalok, hát én is elég korán kezdtem el alkoholt fogyasztani, de abban az időben nem tudom, hogy mondani, hogy szokás, vagy divat, vagy nem tudom, nem ittak alkoholt. Nyilván ez nem mindenkire vonatkozott, vagy és egyébként az is nagyon érdekes valóban, amit mondtatok, hogy
hogy vajon az alkoholt miért nem kötik életkorhoz, mint például itt Angliában. Az alkoholvásárlás és fogyasztást, ami a legszigorúbb. Mm-hmm. De tényleg nyomjátok tovább, jól műsor. Köszi szépen. Köszi szépen. Köszi. Szia. Szerintem az olyan, tehát ennek a száraz novembernek, ugye, akik pont is ugye azt mondja, hogy ezt ne azok csinálják, akiknek tényleg problémái vannak, vagy akiknek a leállások egészségügyi következményekkel is járhat, hanem ez tényleg arról szól, amiről korábban is beszéltünk, hogy egy olyan korban, egy olyan közegben, ahol a szocializáció elsődleges helye a kocsma, a sör fölött beszélgetés, a délutáni fröccsözés, a reggeli dózsa, vagy nem tudom, egy olyan korban megtalálni és együtt csinálni egy hónapig az, hogy nem iszunk, és megtalálni azt, hogy lehet programokat csinálni, úgyis, hogy nem iszunk, lehet úgy bármit csinálni, úgyhogy nem iszunk, és ezt szerintem sokkal könnyebb azért, tehát közösségileg felfedezni, sokkal könnyebb úgy nem kérni sört egy pultnál, hogy aki veled van, az sem kér sört. És ez erről szól inkább, mint arról, hogy az alkoholisták rádöbbenjenek, hogy azok. Igen, ez szerintem teljesen jogos, és sokkal kedvesebb vagy ezzel a száraz november jelenséggel, mint én akartam lenni. Mert csak azt akartam mondani, hogy tényleg, aki egy hónapot kihagy, az se lejönni nem fog se semmi, de igazad van, hogyha így valakinek ez egy olyan élményt jelent, hogy így megtapasztalja, hogy nem, tehát hogy vannak az alternatívák, akár ebben az időben, vagy ezt az időt ki tudja használni kirándulásra, önszervezésre, egyéb közösségi táncházra. Szóval így, jó, nem akarok én se úgy csinálni, mint hogyha sok ilyen példát láttam volna magam előtt, de szerintem igen, lehet, hogy ez egy kilépő pont. Nem a legsúlyosabb esetetnek, azzal egyetértek. Szerintem, hogyha nem is kilépő pont, de itt azért meg tudnak szerveződni olyan körök, akik mondjuk együtt végigcsinálják, és rájönnek arra, hogy tudnak kirándulni, társasozni, vagy táncházba járni együtt, igen. És amikor vége van a száraz novembernek, akkor is többször fogják ezt csinálni, mint előtte. Részegen. Igen. De szerintem nem feltétlenül, vagy ezt majd utána nézek, hogy hogy volt, de kevesebben térnek vissza az a nagy iváshoz, mint előtte. Érdekes. Igen, amúgy ez a közösségi aspektus nagyon fontos az egésznek, meg ugye így az is egy ilyen érdekes dolog, amit így az egyik betelefonáló mondott, hogy ugye hogy nem emlékszem, hogy mit mondott konkrétan, de hogy így 7-10-ből 7 ember valamennyire alkoholista Magyarországon. Uh-huh. És hogy ezt is így ilyen tök fontos, hogy hogyan fogjuk fel. Szóval, hogyha ilyen sokan úgymond betegek, akkor ez vajon tényleg betegség, tényleg így egy embernek a betegsége, vagy ez egy társadalmi probléma, én azt gyanítom, hogy inkább társadalmi probléma. Uh-huh. És hogy így a száraz novemberben is, az is egy ilyen... Szóval tényleg vannak, akik úgy csinálják, hogy fú, ki kell bírni ezt az egy hónapot, hashtag száraz november, kibírják, oké, challenge megcsinálva, és akkor így mehet tovább minden. És hogy tényleg ez is így, ez tényleg úgy tud működni, hogyha ez így közösség szerveződik e köré, többen csináljuk, tényleg így fel lehet fedezni azt, hogy milyen alternatívák vannak, egyedül nem lehet. Szóval, hogyha valaki így magányosan száraz novemberezik, az csak azt fogja észrevenni, hogy ki marad mindenből, és rossz. És hogy egyébként az van, hogy szerintem így közösségileg is elő tud fordulni az, hogy vagy akik így többen csinálják, hogy így nem találnak jó alternatívát. Erre egyébként egy hónap kifejezetten kevés tud lenni, szerintem, főleg úgy, hogy így tényleg úgy él, nem tudom, akár mikor osztályunk így 20 évesek, de hogy így szerintem sokan mások is, hogy közös program, meg szabad idő az, hogy bemegyünk a városba, elmegyünk valami klubba, vagy kocsmába, akármi, ott beszélgetünk, ilyesmi. És hogy így az egy hónap erre szerintem rövid is lehet, de tényleg talán így az a legfontosabb ebbe, és akkor tud valamennyire ténylegesen működni, hogyha ez így közösségileg történik. És lehet, hogy nem is alternatívát kell találni, hanem csinálni. Mert hogy így nem tudom, nyilván az sem mindenkinek opció, hogy akkor most nem fogok kocsmába járni, akkor színházba fogok. Színház. Vagy ilyesmi. Mert hogy nyilván ez se opció mindenkinek. Az se, hogy nem tudom,
akár mondjuk egy ilyen idősebb korosztály, vagy egészségügyi, vagy egészségi állapotban szarabb korosztály nem fog elmenni túrázni helyette. Mert nem. És hogy így tényleg ez így nehéz tud lenni, úgyhogy így tud jó lenni a száraz november, de hogy így nem fogja megváltoztatni a világot, meg ilyesmi. Ja, javos. Ja, hát igen. Én ezért hangsúlyozom az egésznek az ilyen mozgalmi lehetőségeit, meg perspektíváját igazából, mert sok szempontból azok az intézkedések például, amik még mindig élnek Skandináviában, nem tudom, Svédországban, Norvégiában, ugye halljuk, hogy így fú, méreg drága az alkohol, mit vágod 2500 egy sör, mi a fene, és hogy ezeket a helyi abstinens mozgalmak harcolták ki. Ezeket az Amerikai Egyesült Államokban a SZESZ tilalom is egy ilyen 100 éves harcnak volt az eredménye. Nyilván magát azt a 11 évet azt így nagyon durván lehet kritizálni. Az első világháborúban, a cári Oroszországban és az alkoholtilalom alatt sokkal többen haltak meg alkoholmérgezésben, mint különben előtte. Pont azért, mert ugye a tilalom alatt elkezdik illegálisan készíteni az emberek az alkoholt, rengeteg metilalkohol jön létre, amiben meghalnak, stb. Minden esetre az, hogy maga az alkohol és az alkoholizmus társadalmi jelensége, és az ilyen termelési rendszerrel való összefüggései így ismertek legyenek, tematizálva legyenek, ahhoz nagyon nem elég az, hogy így egy ilyen száraz novembert csináljunk évente egyszer, mindenfajta szervezet, megszervezettség nélkül, így havarok néha józanul társas játékozunk, és aztán 11 hónapig megint nem gondolunk erre az egészre, hanem ehhez egy olyan szervezet kell, ami az év 12 hónapjában ezt tematizálja. És ez szerintem tudna működni egy olyan mozgalomban, ami magát baloldali mozgalomnak tartja különben, és az még szuperebb lenne, amit a Misi is mondott, hogyha ez a mozgalom másságaiban alternatívát tudna létrehozni. És akkor aztán lehet, hogy 10 év múlva mi is tudunk munkás olimpiát rendezni, mint a két világháború közötti Bécs, de hát, ja. Akkor azt mondod, hogy ez a magyar 2020-as évek antialkoholista mozgalom, ez egy piacirés? Jó. Hát valamság már. Mit szerintem? Munkásnak is lenni egy identitás, aztán azt hallottam. Who am I to know? Telefon, azt a mindenit. Hello, szia! Hello! Hello! Hello, sziasztok! Nagyon rosszul hallok egy pillanat. Jó. Csak arra szeretnénk reagálni, amiről most pont beszéltetek, hogy nagyon nagy igazság van abban, ha csak Magyarországon belül maradnánk az alkohol problémák kapcsán, akkor azt gondolom, hogy az emberek nagy részének mentális problémái vannak az elmúlt politikai rendszer. Most ezt messze vezet tudom, de a lényeg az, hogy nagyon sokan talán azért isznak, mert ugye szorongást próbálják feloldani, és egy ilyen kocsmai találkozásnál a barátokkal könnyebben tudnak megnyílni néhány sör, vagy elfogyasztott alkohol után, és arra akarok kiukadni lényegében, hogy azt gondolom, hogy igen, nem csak egy hónapról lenne szó, hanem ezt mondjuk talán gyerekkorban kellene elkezdeni, jobban odafigyelni a gyermekekre, és hogy hát ez ilyen oktatás keretein belül, vagy odafigyelés, vagy szóval, mert valahol talán a fogyasztói társadalomnak is problémája az, hogy vagyis abból kifolyólag probléma az, hogy a fogyasztásra van igazából kihegyezve a társadalom, és nem inkább arra, hogy fegyelemmel és megelőzéssel álljunk a dolgokhoz. Jaj. Hát igen, lényegében. Igen. Nem tudom, talán érzető voltam, mert most már ittam én is. És csak azért, mert hogy valójában egy élő példa vagyok ezzel kapcsolatban, hogy
hogy, hogy megvan a kellő ismeretem ahhoz, hogy hogy felfedeztem azokat a dolgokat, amik engem korlátoznak. Tehát ami az, ami szorongást okoz. És ez igazából ez gyermekkorból ered. És azt gondolom, hogy az embereknek nagyon nagy része hasonló cipőben jár. És ezt nem kezdi el bontogatni, vagy nincs meg a lehetősége, nem adják meg a lehetőséget, nem tanítják meg neki azt, hogy mi az, amin túl kellene lépni. És azért azt meg ugye tudjuk, hogy az elmúlt 60 év attitűdje az egy ilyen nem feltétlenül arról szólt, hogy megértsük, hanem ilyen diktátumok szerint kellett élni családoknak, és az ilyen általános dolog. És azt gondolom, nagyon sok olyan ember van, aki ezzel a problémával küzd, amit nem feltétlenül tud felismerni. És akkor nem is azt sem, még talán saját magának sem hajlandó bevallani azt, hogy honnan ered az, hogy valami baj van veled, de azt tudja, hogy amikor elmegy kocsmába, vagy akárhol is, vagy elkezd italozni, akkor ő most sokkal könnyedebb, szabadabban, őszintében tud beszélni, talán. Hát szóval így valami ilyesmi. És azt gondolom, hogy én az oktatásban hinnék, vagy azt gondolom, hogy az lenne az alapja. Hát, hogy fegyelemre nevelni, és valami szinten megértés. Tehát, hogy ott kellene elkezdeni. Na, csak ennyi. Köszi. Igen, köszi. Igen, hát erről, vagy erre gondoltam akkor, mikor azt mondtam, hogy így nem lehet az alkoholt a társadalmi struktúra, vagy a társadalmi rendszeren kívül értelmezni. Mert hogy így nyilvánvalóan így evidens válasz egy ilyen elcseszett helyzetben alkoholhoz nyúlni sokszor. És ugye az lenne fontos, hogy erre világítsunk rá, az, hogy oktatásban, vagy úgy, ugye a kérdés, hogy így oktatásban ezt lehet-e tudatosítani jelenleg, vagy hogy mennyire inkább egyfajta ilyen mozgalmi, millió, szervezeti, nem tudom, tudatosítás az, ami így talán így hamarabb segít. Mindenesetre ez egy ilyen elég nehéz dió, főleg az, ahogy ugye említettük, a fogyasztói társadalomban, a 21. században. Talán nehezebb mostanában tematizálni ezt az egész kérdést, nehezebb alternatívákat találni rá, mint a 19. század különben húst és csontot törő, hússzakító csontot törő ipari kapitalizmusában. De hát, ja. Meg rajta vagyunk. Meg most jött ki, talán pont ma, Benny, ezt jobban tudod, lehozta 24.hu, meg a Telex is egy kutatás. Igen, az európai felmérés, mint a évente csinálnak a 16 évesek körében, és a 16 év előtti drog, alkohol, dohány fogyasztási szokásokról, és azért ebből is látszik az, amit a betelefonáló mondott, hogy az alkoholfogyasztás nem felnőtt korban kezdődik, hanem 14 éves korban, 16 éveseknek a 40%-a berúgott az előző hónapban, 60%-uk rendszeresen iszik, és ez tényleg egy súlyos társadalmi problémát. Szerintem a nyugati kultúrában, nem tudom, hogy lehet így fogalmazni, de hogy az alkohol az a beavatási szertartás része a 14-15 évesen elmegy az ember inni, és ezt így muszáj csinálni, és annyira szerves rész az életünknek a vallási liturgiákban is, hogy az ismerkedésben, a családi összejöveteleken. Mindenhol. Tehát ezt nem lehet úgy elkezdeni, hogy ez nem a kocsmák szintjén dől el, hanem a házi bulik, családi összejövetelek, és ezen a szinten, és tényleg fiatalkorban. Tehát nem a felnőtteknek kell megmondani, és egyik napra a másikra betiltani, hanem ezt tényleg fiatalkortól kell tudatosítani, ami viszont nagyon nehéz, mert az elsőben egy alkoholreklám sokkal menőbb, mint egy négyelreklám. Ez sajnos, ez így van. Ez tök jogos, amit mondtatok is már itt korábban, hogy nem a betiltáson van a hangsúly, hanem az alternatíva felmutatása. Igen. És hogyha tudsz egy menőbb alternatívát mutatni, mint az önpusztítás, akkor nem kell negatív ellenkampányt csinálni feltétlenül valaminek. Igen. És közben, hogyha lecsúszik egy sör egyébként, akkor meg lehet, hogy ez nem baj. Hát igen. Nem tudom, hogy így alternatívát is
azért nehéz mutatni, mert hogy így, ez, szóval így a mostani ilyen helyzet az így reakció arra, ami körülöttünk van. És hogy így, ha a körülöttünk lévő dolog nem változik, akkor így alternatívát is nehéz. Persze. Gondolok arra, mert hogy így beszéltünk így korábban arról, hogy nem tudom, depresszív, nihilista hedonizmus, meg stb., de hogy ez így nem azt jelenti, meg ez nem úgy van, hogy így ezek a mai fiatalok. Ez nem az van, hogy így a mai generációk, nem tudom, depresszív, nihilista, hedonisták, hanem egész egyszerűen így megvan ez az egész, akár ez az iszonyatos hangsúly az önmegvalósításra, a munka, az életünk, nem tudom, folyamatosan törtetni kell. Ugye mindennapi élet is átalakult olyan szempontból, vagy sok szempontból, hogy így hazamegy az ember a munkából, akkor ott még mindig munkahelyi telefonokat intéz, stb. Így rajtunk van ez a folyamatos kényszer, a továbbképzés, nem tudom, stb., hogy így nem tudom, a munkaerőpiaci versenyben így megálljuk a helyünket, hogy ne legyünk munkanélküliek, stb., és hogy így a szabad időre, meg a szabad idő eltörtésére így kevesebb idő, meg energia is jut. És mondjuk így ezek az alternatívák, mint akár a sportolás, akár a túrázás, nem tudom, ezek olyan dolgok, vagy valamilyen tartalmas hobbi, amik mind így időt, meg energiát vesznek igénybe, az elsajátításuk, kimenni oda, nem tudom, megszervezni, stb. És egész egyszerűen sokkal könnyebb, meg gyorsabb, meg egyszerűbb elmenni és berúgni a többiekkel. Ráadásul ugye köré fel van építve ez az egész kultusz, hogy ez így jó, és felszabadító, és szórakoztató, stb. És hogy így egész egyszerűen ez így annyira könnyű, meg annyira jön magától, hogy így nem tudom, ki kezdene el most, vagy hát nyilván sokan elkezdenek, de hogy így megtanulni, nem tudom, nulláról, meg olyan szinten űzni egy sportot, hogy ez így jó legyen, meg élvezhető, meg stb. Ez egész egyszerűen macerás, és sokkal egyszerűbb elmenni berúgni. És így tényleg akkor, szóval, hogy így, és itt megint bejön ez a baloldal munkás mozgalom, hogy meg kell változtatni ezt a környezetet is, amiben élünk, mert akkor tudunk ezzel kezdeni valami. Uh-huh. Ja. Nyugos, újabb vendégünk van. Pedig ez nagyon jó szám. Halló, halló. Szevasztok, Dani vagyok. A pozitív kampány nevében jövök, szóval, hogy nézzétek meg a madarakat, azok repülnek, tehát leküzdik a gravitációt, hogy így ja, nagyon egyszerű leülni egy sörrel, és akkor együtt nézni, ahogy egyre kisebb a szemünk, meg minden. Hát, ha valami szépség kell, akkor nézzétek galambokat, szevasztok. Köszönjük szépen! Amúgy ehhez a szálhoz mi is kapcsolódva, de ahhoz, amit a Misi mond, hagyj olvassak fel egy részletet az Engels műből. Nem te lennél, hanem lett volna ahhoz egyszer. Nem, csak vajon nem szükségszerű-e, hogy egy osztály, amely keserves munka árán alig juthat élvezetekhez, és ezek is csak a legérzékibbek, eszeveszetten és vakon ezekre az élvezetekre veti magát. Mi oka, mi érdeke lehet egy osztálynak, amelynek művelődésével senki nem törődik, amely ki van szolgáltatva mindenféle esetlegességnek, amelynek megélhetés egészen bizonytalan. Mi oka lehet, hogy gondoljon a holnapra, hogy szolid életet éljen, és a pillanat örömét feláldozza valami távolabbi élvezetért, amely éppen az ő számára örökösen ingadozó, hányt vetett helyzetében nagyon is kétséges. Ez csak azért, mert hogy az, amit a Misi mondott, ami most egy ilyen generációs problémaként van prezentálva, ez egy régi probléma. Az, hogy egyszerűen olyanok a körülmények, hogy nem lehet benne tervezni. Ugye ezek a körülmények így néha nagyon explicitek, ahogy volt a 19. századi manchesteri, nem tudom, munkásszállóin, hogy 12-en élnek egy kis szobában. Néha viszont olyanok, hogy mint a történelem utáni időszakban ma, amikor így nem nincsenek reményeink gyakorlatilag, nincs előttünk egy stabil karrierkép, folyamatosan részmunkaidőről részmunkaidőre futkosunk. Nyilván ez a fajta bizonytalanság egy másfajta bizonytalanság, mint az Edinburgh-i ipari munkás bizonytalansága. De hogy ez is
észlelhető és tapasztalható lenyomatot hagy az életünkön, a lehetőségeinken, és és az érzelmeinken, gondolkodásunkon. Nem mindegy, csak hogy ennyi. Ezt szépen mondtad, én szeretném indítványozni a Tilos Rádióban, hogy a most következő esti mesét is Engelsből olvast föl, 8-tól. Na, de igen, mutatám, vagy mondanám előremutató dolgokat is, ugye ez az alternatíva sokáig ugye a kommunizmus volt, ez biztosan sok hallgató is ismeri. Már a kommunizmusról hallottak már? Hát nagyon remélem. Hát egy ilyenfajta alternatívát kell azt hiszem keresni újra. Ilyen erejűt. Érdekes. Lehet, hogy lassan az adásunk vége fele közeledünk, szóval hogyha valaki szeretné összefoglalni közületek, én most nézek mindhármatokra, de nem mindenki látja, hogy ránézek, ugyanis ez egy nagyon hibrid megoldás, tartva a lépést a 21. század kihívásaival. Én nem tudnám olyan jól összefoglalni, főleg a Dávid előadásával együtt, mint szerintem a Dávid mondja, de szerintem nagyon sok minden volt, amiről így is nem beszéltünk, vagy ez egy tényleg egy szerteágazó téma, és nagyon nehéz téma, és nagyon nehéz kritikát megfogalmazni róla úgy, hogy ne legyen álságos, és nem tudom, mit gondoltam? Szerintem ez csak egy ilyen általános megjegyzés, hogyha nem telik el úgy fényes szelekadás, hogy nem határozunk meg valamilyen programot magunknak a jövőre, akkor az egy jó irány. Szerintem lehet még nagyon sok irányba folytatni különben ezt a beszélgetést. Alapvetően, amikor terveztük, akkor szóba került az is, hogy amúgy az alkoholizmus, illetve a maszkulinitás az így milyen szoros kapcsolat, vagy milyen szoros kapcsolat van az alkohol és a maszkulinitás között, ez megérne egy misét, milyen keveset beszélnek a női alkoholizmusról, ez külön megérne egy misét, milyen a buli kultúra a fiatalok körében ma, az is egy külön adás. Szóval, hogy igen, sok dologról nem beszéltünk, és összefoglalni, nem tudom, misi esetleg. Akkor lehet, hogy a most általad említett témák közül párba belemeltünk, vagy legalábbis ha most elhangzott a női alkoholizmus, én erről a olvasmányaim alapján gyakorlatilag csak annyit tudok most így hirtelen felkészülés nélkül bedobni, hogy én úgy tudom, hogy ez egy sokkal nehezebben elkerült. Szóval így nincs annyi szó róla, nincs annyi kutatás róla, és hogy sokkal könnyebben válnak függővé, ami pedig nyilvánvalóan következik azokból is, amikről eddig beszéltünk, hogy a körülmények és korábbi traumák és társadalmi helyzet, élethelyzet az így egyértelműen összeköthető mindenféle ilyen addikcióval, és hogyha így azt nézzük, hogy ők a legnagyobb kisebbség a világon, akkor ez már nagyjából félig meg is megmagyarázza ezt a kérdést. Misi, kicsit közelebb a mikrofont létszi. Jó, bocsánat. Szuper. Nekem egy kicsit furán hangzik. Én nem hallok, Misi. Mi történik oda? Nem tudom. Most egy kicsit jó, most egy kicsit hallok, de jó. Technika ördöke. Szóval, nekem ez így lesz meg alkoholfüggő. Nekem így inkább úgy tűnik, és hogy így beszéltük arról, hogy fog össze az alkoholfogyasztás és a maszkulinitás, hogy szerintem kevésbé elfogadott az, hogy nők isznak. Így. És hogy pont ezért nem tudom, amikor így férfiak isznak sokat, akkor az ugye ilyen közösségi élet, meg nem tudom, így oké dolog, és amikor meg így nő iszik sokat, az így sokszor nem tudom, rejtve csinálja, stb., és akkor az már ilyen medikalizálhatóbb dolog, és az egy ilyen függőségnek lehet mondani. De hogy szerintem inkább így ebbe van a különbség, mint abba, hogy nem tudom, hajlamosabbak lennének
fizikai függőséget kialakítani, vagy ilyesmi. Igen, jogos. Szerintem is a női alkoholfogyasztás azért még mindig ilyen tabú témának tűnik, vagy pont most a száraz novembertől, hogy néztem, hogy utána olvastam ott, és két éve az volt a témája a hónapnak, hogy, hogy a női alkoholizmusról beszélnek, és azon egy hónap alatt megélt élményekről, meg úgy általában a megélésükről, és ja, szerintem ez, ez egy külön adást megérne, hogy ez miért tabú, és mi van. Igen, meg hát ha visszamegyünk a másik ilyen gyorsan bedobott témához, hogy a közegünknek és generációnknak a buli kultúrája itt és most, az így nem... Hoppá, hoppá, egy hívás, akkor végig sem mondom, hát ha valaki jobbat mond, mint én. Háló? Sziasztok, csak így a nők és az italról jutott eszembe. Talán az Édentől keletrébe volt, hogy az anyu full alkoholista lett, úgyhogy kanállal itta a bort. Fölírta neki a doki, hogy mit tudom én, mennyit kellett bevennie két kanállal, hogyha rosszul érzi magát, és akkor az anyu az kajak alkoholista lett, de szigorúan csak kanállal. Tehát soha nem ivott, hanem mindig kanalazta a bort. Mindegy, csak így eszembe jutott, így a titkolás meg. Radikalizálhatóság. Na mindegy, köszi! Sziasztok. Köszi szépen! Köszi, köszi! Én nem ismerem ezt a filmet. Láttam színházban, de olyan régen, hogy akkor még az új színház nem az az új színház volt, ami most az új színház, szóval nagyon régen. Az a régi új színház volt? A régi új. Szóval amiben éppen belekezdtem, így, hogy 2 percünk van az adás végéig, és nyilván nem fogunk nagyon mélyen belemenni, de beszéltünk előzetesen is sokszor arról, meg ez egy mindig visszatérő téma, hogy a helyek, ahova járunk, amik egyébként nem feltétlenül az alkoholizmust szeretnék támogatni, de úgy tudják fenntartani magukat, hogyha alkoholt árulnak, és ez a legegyszerűbben tárolható, beszerezhető, árusítható termék, amiből elég sokat el lehet adni ahhoz, hogy mondjuk egy gólya vagy egy súfni fönnmaradjon, vagy az auróra. Szóval így azt látjuk, hogy amikor ezeknek a helyeknek kiesik a bevétele, akkor nincs alternatív, pláne mondjuk amikor mondjuk belépőt se lehet szedni, mert nincsen koronavírus alatt koncert, de nagyon szimpatikus mondjuk a gólyának a kiállása a száraz november mellett, és korábbi években mindig próbáltak ott alternatívákat szervezni, felmutatni, eladni, de hogy ez szerintem egyébként még egy nem megoldott kérdés, így a fenntarthatóság és a nem alkoholizmus az, hogy jár együtt. Ja, hát igen, de hogy azért sokszor ezek a szereplők elszenvedői ennek a helyzetnek. És ahogy mondtad, hogy így igen, meg erről beszélgettünk korábban is, hogy az alkohol, tehát belépni ebbe a piacba, az nagyon egyszerű. Ezek a helyek sokszor kerestek alternatívát, a gólya is ugye most futárszövetkezetet indított, stb. Tehát, hogy ettől a tehertől szerintem több ilyen hely igyekszik megszabadulni, és magánt, a teret nyújtani a mozgalmi kezdeményezések számára, amire is szükség van ma. Fú, hát ez szerintem egy elég jó lezárás volt. Ha valaki még szeretne hozzászólni valamit, akkor ha mondja most, hogy hallgasson örökké, hogy szokás mondani. Ellenkező esetben akkor így megköszönjük, hogy itt voltatok és hallgattatok minket. Ez itt a Fényes Szelek volt az elmúlt másfél órában. 2 hét múlva este 6-kor leszünk december 11-én itt újra. Néhány a Társadalom Elméleti Kollégium, az a TEK tagjai a műsorunkban, és hát akkor további szép estét, maradék 3 napra jó száraz novembert kívánunk mindenkinek, és jöjjön a mese. Sziasztok! Sziasztok!